Az utcák sötétek, ahogy a nem utcák is. Főleg, ha egy öreg szlovák filmben szerepelsz a 70-es években. 1944-et írtunk. Egy hideg, nyírkos novemberi éjszaka volt. Már közel jártam, hogy a teljes kép összeálljon. De aztán egy német katona elkapott, és bezárt egy pincébe 10 másik személy közé. Ott volt először is Ondrej és Fanka, egy fiatal diákpár, akik kabátban akarták csinálni a parkban, mielőtt elkapták őket. Amikor megérkeztek, a pince még rákokkal volt tele. Aztán ott volt Simon Terescsák, 72 éves, nyugdíjazott favágó. Este 7 óra előtt kapták el a temetőből jövet, ahol a fia nyugodott, akiről az a hír járta, hogy a németekkel szimpatizált. Ezután érkezett Babjaková asszony, akit azután kaptak el, hogy a világra segített egy gyermeket. Legalábbis ő ezt állította. Ott volt még dr. Schusztek, 45 éves állatorvos. De ne tévessze meg a barátságos külseje. Ha a helyzet úgy adódna, még az anyját is eladná az életéért. Aztán itt van még a rejtélyes idegenünk. A nevét sosem árulta el. Mindenki csak Tuláknak hívta. Szlovák szleng a csavargóra. De ő menő volt, mint az állat. És nem feledkezhetünk meg Samuel Uhrik úrról sem. Egy 45 éves borbélyról, akiről tudjuk, hogy több is húzódik a háttérben. Abból a puszta tényből kifolyólag, hogy egy híres színész alakítja, akit már láttunk más filmben is. Kibicsaklott bikával, úgy értem, kibicsaklott bokával érkezett, de a doki hamar helyre tette. Ezután érkezett meg a mélyen tisztelt Tomko tanár úr, aki szemmel láthatóan csendesebb volt a többieknél. Ráadásul szemüvege is eltört, nem beszélve a tépet ruhájáról. Mikor rákérdeztek, ő terelte a témát. Edzett detektív környezetben erre azt a kifejezést használjuk, hogy szasz. Walt, I don't know, man. You've been seeming sus lately. It's almost like we have an imposter among us. I saw that you wanted... Don't lie to me, Walt! You sussy baka! Vele egy időbe érkezett a gyógyszerész asszony, aki azért járt olyan késői órákban odakint, mert a postán 2 órát várakozott, hogy telefonon kapcsolják a férjét, de az nem jelentkezett. Igazából már 2 hónapja nem hallott semmi hírt felőle. Ha engem kérdezel, vagy már egy másik pipit töm a világ másik felén, vagy valamelyik árok mélyén hever. Ekkor a rabtársaim kezdtek lehetséges elméleteken gondolkodni, hogy miért is kerültünk ilyen szorult helyzetbe. A tanár szerint azért voltunk itt, mert mind megszegtük az esti 7 órás kijárási tilalmat. Ennek az elméletnek hamar búcsút mondhattunk, hiszen Terescsák urat még 7 előtt kapták el a katonák. Ekkor kisebb összezördülés történt. Ondrej a tanárt rágalmazta meg. A kabátjáról nem csak 2 gomb hiányzott, hanem vérfoltok is voltak rajta. Ezt a beszélgetést egy új jövevény szakította félbe. Marika Mondoková, 30 éves prostituált. A detektív közösségben már régóta köztudott, hogy ezek a hölgyek többet tudnak bárki másnál. És most sem csalódtam. Marika beszámolt nekünk arról, hogy nemrég egy gyilkosság történt. Az áldozat egy német katona volt. Délelőtt még Fischl úr házát őrizte, estére pedig leszúrták.
A többiek először nem akartak hinni neki. Ezért Marika megkérdezte a tanárurat, hogy nem-e hallotta a történteket, hiszen a tetthelyjel szemben lakott. Ekkor kiderült, hogy a tanár ott volt a tetthelyen. Otthon volt, hallotta a kiáltást, kirohant az utcára megnézni, és a halott már ott volt. A katonák őt is a tetthelyen találták, és ezután ellátták a baját. Hát itt voltunk. Egy gyilkosság. 10 ember, akik közül mind járt a tetthely környékén. Vajon köztük van a gyilkos is? Azt elárulhatom, hogy egy gyilkos biztos köztünk volt. Miközben én a tettes megtalálásával foglalkoztam, Tulák egy még érdekesebb elmélettel húzakodott elő. Egy halott és 10 gyanúsított. Mindez egy régi szokásra emlékeztette. Országszerte több településen is felidézték a népszokásokat. Egy idegenért cserébe 10 sajátunkat. A németek nem tárgyalásra készültek, hanem készek voltak 10 szlovák polgárt feláldozni egyetlen németért. Nem sokára kiderült, hogy ez az elmélet nem állt messze a valóságtól. Egy újabb személy érkezett a pincébe. De ez most valahogy más volt. Személyesen Fischl úr jelent meg az ajtóban, a városi fakereskedő. Ő viszont nem fogolyként érkezett, hanem fogolytartóként. Elárulta, hogy a házában épp Major von Lukas német parancsnok vendégeskedett, és az ő személyi őrét gyilkolták meg egy vadászkéssel pár órája. Azt is elmondta, hogy ha reggelig nem találják meg a tettest, mi fogunk érte fizetni. Nem sokkal ezután mindenki az idegen Tulák ellen fordult, amikor belekezdett az éjféli lakomájába, kezében egy vadászkéssel. Mikor Fischl úr ismét visszatért, Babjeková asszonyhoz fordult, és felajánlotta neki a szabadságot. Csupán annyit kellett tennie, hogy megmondja a nevét annak a nőnek, akinek a világra segítette a gyermekét. Ekkor derült ki az asszony mocskos kis titka. Nem a szülés miatt látogatott meg egy nőt, hanem azért, hogy elkerüljék azt. Habár az újabb időkben ezzel nem lenne gond, de 44-ben ez törvénytelennek számított. Fischl ezután megosztotta velünk, hogy a halott német katona részeg volt, amikor az eset történt. Ezért a parancsnok enyhített a büntetésen. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy találjuk ki, melyikünk volt a gyilkos, és akkor a többiek szabadon távozhatnak. Viszont ha nem mutatunk rá valakire a reggeli kakasztóig, akkor ott mindannyiunk története véget ér. A tét lecsökkent, de nem eléggé. Uhrik ekkor előlépett, és Fischl úr előtt megvádolta a csavargót, és elővetette a kését. Fischl megnézte a vadászkést, és elismerte, hogy akár ez is lehetett a gyilkos fegyver. De nem az volt. Az igazi fegyver a katona mellkasában maradt. Egyszer csak beáll egy ilyen nagyon kellemetlen csend. Egy csend, amivel nem tudtok mit kezdeni, csak ott ülsz, és fogalmat sincs, hogy mit mondj, és az egész kezd egyre kellemetlenebbé válni. Gondolom, te is irigyelted azokat az embereket, akiknek mindig van miről beszélniük, és nincsen náluk ez a folyamatos és nagyon kellemetlen csend. Ezután már csak a döntés maradt hátra. Ennél a pontnál már nem voltak szentek, de nem voltak bűnösök sem. A szennyes lelkű angyal.
de miszerint lehetne eldönteni, hogy kiérdemli meg jobban a halált. A fiatal, mert nem kell gondoskodnia senkiről, vagy az idősebb, mert másokat élt. A férfi, mert úriember, vagy nő, mert miért kellene őket is kihagyni. Vagy a társadalmi státusz kellene számításba venni. Egy biztos, az állatorvos úr elég szexista. Közben az is kiderült, hogy a gyógyszerésznő férje is Marika fizető ügyfelei közé tartozott. Fiatal pecske van! Ha mellég megyek, a szemet kiveszem! Érted? Fiatal picája van! Megtaláltad! 100 éve! Féli! Meghalsz! Meghalsz, jobb, hogy állok, indulsz haza el! Nédegesi, majd kapsz tőlem hajat, meg olyat, hogy... Na! Há, egyéb, mi az, hogy kettő? Mi az, hogy kettő? Felvetődött az is, hogy az öreg teresztcsáknak kellene feladnia magát. És ő azt meg is tette volna, ha nem fűtötte volna a bosszú iránti vágy a fia gyilkosa ellen. Régen a beszélgetéseink mindig egy különös kéréssel végződtek. Befejeztem. Azért hadd mutassak önnek ezt a nosztalgiázás gyanánt. Szóltam. Befejezte. Bebeám. A sötét lovag. Felemelkedés. A mozikban. Mint azt, ahogy várható volt, a hős szerelmes Ondrej kész volt feláldozni magát. De Tulák megállította. A csavargóról kiderült, hogy ő egy elfogott fellázott katona volt, aki megszökött úton a koncentrációs tábor felé. Így ő nyerte el a legbecsületesebb ember a pincében medált. 3:05. Uhrik azt javasolja, hogy adjanak fel valakit, aki nincs köztük a pincében. Ez senkinek sem tetszett. De mindközül a leginkább Tulák ellenezte, ami megadta a végső lökést a szakadék felé. Uhrik elővette a borbély beretváját, és mindenki szeme láttára végzett a Tulákkal. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy mossunk kezet. Langyos, szappanos vízzel történő gyakori kézmosás. Mikor Fischl visszatért, átnyújtott egy kulcsot, amely a kijáratot nyitotta. Az első ember, aki átlép rajta, azt lelőik. Mindenféle tárgyalás, vallatás, kínzás nélkül. A többiek utána pedig szabadon távozhatnak. Végül Uhrik vette el a kulcsot, majd beadta a kulcsot. Thank you.